179 notebookot adtak át tegnap a kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészeti iskolában. Az Európai Unió helyreállítási alapja adja meg a lehetőséget, hogy a tagállamok a koronavírus okozta járvány negatív következményeit enyhítsék. A kormány jóvoltából Kecskemét köznevelési intézményeibe összesen 3085 notebook kerül, ebből a kecskeméti tankerületi központhoz tartozó intézmények 2208 hordozható számítógépet kaptak. A notebookok nagy része a tanulók személyes használatába kerül, ezzel biztosítva az IKT eszközhasználat tanulást támogató lehetőségeit és a gyerekek digitális kompetenciájának fejlesztését, fejlődését. Ezeket az eszközöket az igénylés leadott szülők, illetve törvényes képviselők, azaz önök jogosultak majd átvenni. A személyes használatú gépeken túl az intézmény további intézményi használatra szolgáló notebookokat is kap majd a projekt keretében. Lebanov József, a Belügyminisztérium köznevelési stratégiai főosztályának főosztályvezetője elmondta, a több mint 200 milliárd forint összegű projekt célja, hogy a jelenléti oktatásban versenyképes, egyenlő hozzáférést biztosító minőségi köznevelést teremtsen, amelyhez a digitális eszközök jelentősen hozzá tudnak járulni. A projekt legnagyobb velemenő eszközbeszerzését a tanulói és tanár notebookok beszerzése és kiosztása jelenti, amelynek eredményeképpen 2025. decemberéig 579 ezer személyes használatú oktatási célra szolgáló hordozható notebook kiosztására kerül sor, amelyből 55 ezer darab kerül a pedagógusok számára kiosztásra. December 31-éig az intézményeknek további modern eszközöket is biztosítanak, egyebek mellett programozható robotokat, illetve drónokat. Engert Jakabné alpolgármester az eseményen elmondta, nagy problémát jelentett a családoknak a Covid ideje alatt az otthoni tanulás, ezért növelni kellett és kell a mai napig az esélyegyenlőséget. Láttuk itt a Covid idején, és mi városvezetők is megtapasztaltuk, hogy mit jelentett az online oktatás, és mekkora problémát jelentett egy-egy családba, hogy hiányzott az eszköz. A gyerek nem tudott bekapcsolódni az oktatásba, és a városvezetése több mint 100 eszközt kiosztott, hogy tudja segíteni ezeket a gyermekeket. Országos szinten 2022 tavaszán a 9. évfolyamosoknak és a pedagógusoknak 120 ezer, majd 2023 őszén további 140 ezer darab notebook kiszállítására és átadására került sor. A projekt jelenlegi harmadik fázisában az 5., 6. és 9. évfolyamos diákoknak, valamint a köznevelési intézményeknek 193.702 darab eszköz érkezik meg a nyári szünet előtt. A projekt a következő tanévben is folytatódik, az akkor 5. és 9. évfolyamos tanulók számára.